Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy hármas kapcsolat. Te, ő és valaki a háttérben. Én úgy magyarázom el a képeket, mintha te egy hölgy vagy, és a háttérben van egy másik nő. A férfiak azok kicsit gondolják át, hogy a kártyák hogyan szólnak az ő helyzetükre. Bal oldalon a képek utalnak erre a harmadik személyre, erre a hölgyre a háttérben. Középen vannak az ő kártyái. Ez egy hármas kapcsolat. Vagy mert ő még házas, vagy mert ő még benne van egy pár kapcsolatban, de azért közeledik hozzád is, vagy az is lehet, hogy ő ezt már lezárta, de a volt nő, az exje még mindig jelentkezik, és nem hagyja őt békén. Jobb oldalon a kártyák utalnak a te helyzetedre. Kezdenénk ezzel a harmadik személlyel. Én úgy írom le, hogy itt egy nőről van szó. A felső kártya bal oldalon jelenti az ő gondolatait. Itt a kelyhek jelennek meg. És a kelyheknél érzelmekről van szó. De ez nem a szeretet, a szerelem vagy a harmónia, hanem a kártya úgy mutatja, minthogyha ez a nő megsértődött volna. Hiszen olyan dacos, visszahúzódó. A háta mögött a kelyhek úgy alakulnak ki, mint egy kerítés, és úgy érzi, hogy eljutott a kerítésig, de nem tudja hogyan tovább, nem lát át a helyzeten. Az is lehet, hogy ez a dacos alak a képen, aki jelenleg megsértődött, nem a hölgyre utal, hanem a te lelki társadra, hogy ő zárkózott, visszahúzódó, nem tudja hogyan tovább, megsértődött, dacos. És pontosan ezek a dolgok foglalkoztatják a nőt az ő gondolataiban. A bal oldalon középen lévő kártya utal a harmadik személy érzelmeire. Itt a 10-es szám jelenik meg, tehát ő szeretne egy új kezdetet. Vagy vele kibékülni, vagy azt is jelentheti ez a kártya, hogy a legszívesebben lezárná ezt a kapcsolatot, de nincs hozzá ereje, hiszen ott fekszik a földön, nem tud felállni, pedig megvan ez a kívánság, hogy legyen egy új kezdet. Vagy vele együtt, vagy keres egy új kapcsolatot. Alul, bal oldalon látható az, hogy mit fog tenni. Itt a kard jelenthet komoly döntéseket. Azt is, hogy lezár valamit az életében, mint például ezt a kapcsolatot. A kardok jelentik a kommunikációt is, de ez a hölgy bizonytalan. Nem tudja, mi vár rá, ha kimondja azt, hogy mit akar, nem tudja azt sem, hogy milyen döntéseket kellene hozni. Nagyon-nagyon bizonytalan, és kell a belső egyensúly, mérlegelni kell a dolgokat, elgondolkozni azon, hogy hogyan tovább, melyik döntés lenne helyes számára. A középen lévő kártyák utalnak a te lelki társadra. Ha egy férfi vagy, akkor a lelki társ nődre. Ott felül a kezében tartja ezt a botot. Cselekedni fog. Kezébe veszi a dolgokat. A bot az jelenti a tűz elemét, és az utal az ő bátorságára. Tehát bátor lesz ahhoz, hogy kimondja azt, hogy mit akar.
bot felül a kezében, ez a bot jelentette a gondolatait a hölgyel szemben. Tehát nem rád vonatkozik, hanem őre, és erre a harmadik személyre a háttérben. Alatta megjelenik, mint egy lovas férfi, és utal az ő érzelmeire. Nagyon türelmetlen, sietetni akarja a dolgokat, döntéseket fog hozni, de előtte ott van a mérleg. Ez lehet egy bírósági ügy is, hiszen a mérleg gyakran ezt szimbolizálja, amennyiben ő nős, akkor ez jelentheti a vállást. Ami viszont az érzelmeket és a tetteket jelenti, a mérleg, azt mutatja, hogy mérlegelni kell még a dolgokat. Lehet, hogy van anyagi kötöttség, ezeket kell mérlegelni, mielőtt döntéseket hoz. A mérleg jelentheti az ő belső egyensúlyát is, hogy vannak helyzetek kettőjük között, amikor ő védi magát, az is lehet, hogy néha úgy érzi, hogy a nő támadja őt, és ilyen helyzetben előfordulhat, hogy dacos vagy mérges a nőre, sietetni akarja a dolgokat, támadni akar, de a mérleg az fékezi egy kicsit őt, és a mérleg akkor azt jelenti, várj még egy kicsit, mérlegeld a dolgokat, nyugodj meg, hogy legyen meg a belső egyensúly. Hogy mit fog tenni, az alul középen látható, a sors kereke. Ő a jövőt a sors útjára bízza. Úgy gondolja, majd a sors mindent elintéz. Amit a sors kereke jelent, sors döntő változások, döntések, és ő ennek tudatában van. Amit ez a kártya még jelent, a négy elem, a négy irány és a négy évszak, tavasz, nyár, ősz és tél, a négy évszak úgy együtt egy évre utal. Az nem azt jelenti, hogy egy évig kell várnod rá, amíg döntéseket hoz, hanem ő egy éven belül szeretné rendezni a dolgait. Még mindig az ő kártyáinál vagyunk, ott középen, és ott felül, az a középső kártya szintén a gondolataira utal, de veled kapcsolatban. Hogy gondol rád? Itt ezen a képen a kelyhek jelennek meg. És a kelyhek jelentik az érzelmeket, az ő érzelmeit, a te érzelmeidet. Ez a múltra utal ez a kártya. Itt vannak emlékek a múltból. Gondol rád, és gondol azokra a dolgokra, amit ti átéltetek a múltban. Ez nagyon romantikus, nosztalgikus ez a kártya. Sőt, azt is elvárja, hogy te gondolj rá ilyen szép érzelmekkel. Ott középen látható két kehely, és az jelenti azt, hogy hogy érez irántad. A kelyhek jelentik az érzelmeket. Tehát ez a kép mutatja azt, hogy ő szeret téged, de azt is elvárja, hogy te közeledj hozzá, és kimutasd az érzelmeidet. Ami szép és biztató ennél a kártyánál, hogy itt a kettes szám jelenik meg, te és ő érzelmekkel. És itt már nincs harmadik személy a háttérben. Jobb oldalon láthatóak a te kártyáid. És ott felül a második kártya jobbról tekintve újra a sors
kerekére utal, ami alul nála is látható volt. Tehát majd a sors úgy intézi, ahogy kell, ahogy ez meg van írva a sorsok könyvében. És mint említettem, a sors kereke jelenti a 4 évszakot, 1 évet, hogy légy annak tudatában, hogy 1 éven belül rendeződnek a dolgok, vagy akkor lesznek fontos döntések, sorsváltozás. Ez a kártya jelenti azt, hogy hogy gondolkodj el ezen a helyzeten. Az, hogy vannak-e esélyek arra, hogy együtt legyetek, és ő le tudja zárni ezt a kapcsolatot ezzel a harmadik személlyel, erre megadja a választ a következő kártya ott felül jobb oldalon, a hold. A hold jelenti az álmokat. Ha hiszel ebben az álomban, akkor az megvalósul. A hold az jelenti az érzelmeket is, hiszen ez, ami összefűz benneteket. Van egy lelki kapcsolat köztetek mély érzelmekkel. Te álmodsz róla, de fordítva is így van, hiszen ő is álmodozik rólad. Jobb oldalon, középen ez a két kártya jelenti az érzelmeidet és a transformációt. Ott a második, jobbról tekintve, azon a képen látható, hogy itt vannak problémák, nehézségek, kihívások. Ezek lehetnek külső támadások, de lehet egy belső feszültség is. De szerencsére ott van a tolvaj, és a tolvaj segíteni tud, mert eltávolítja ezt a kártyát. Akkor megtalálod a belső nyugalmadat. Persze a kártyák azt is jelenthetik, hogy a tolvaj ellopott tőled valamit, vagy például ellopta szimbolikusan ezt a férfit, elcsábította, és emiatt vannak ezek a belső nyugtalanságok, esetleg külső befolyás, ami kellemetlen lehet számodra. De azért gondoljunk arra is, hogy a tolvaj segíteni is tud, lezárja ezt a helyzetet. Hogy mit tudsz tenni irányába, hogy viselkedj bele szemben, az látható alul középen. Hátad mögött ott vannak a botok. Az jelenti ugyan a tűz elemét, a te bátorságodat, de olyan, mint egy kerítés. Így érzed magad. Ebben a helyzetben eljutottál a kerítésig. De nem látod, hogy mi van a kerítés mögött. Sőt, ahhoz sincs erőd, hogy átmász a kerítésen, hiszen itt megjelenik ez a korlátozás, és nem tudod hogyan tovább. Ezt közölheted nyugodtan vele, hogy számodra ez egy nehéz helyzet, hiszen te szereted őt, vársz rá, de újra és újra itt vannak a korlátozások, mert ő még nem nyilatkozik, és nem tudod hogyan tovább. Ezek a bizonytalanságok. Alul, jobb oldalon látható a jövőd, mi vár rád. Itt van egy fiatal férfi. Ez jelentheti azt, hogy ő fiatalabb, mint te, vagy megvan a fiatalos kisugárzása. Ez a fiatal férfi lehet nálad egy új kapcsolat is. De jelenti szimbolikusan az ő lépéseit, az ő tartását. Ez a fiatal férfi ebben a helyzetben azt jelenti, hogy ő bizonytalan. Mint egy kisfiú, nem tudja hogyan tovább, nem tudja, hogy rendezze a dolgokat, de azért mégis látható itt a levegő eleme, hogy ő kilép majd abból a kapcsolatból, akkor végre fellélegezhet, döntéseket hoz, beszélni akar veled,
de még olyan bizonytalan, nem tudja, hogy mit tervezzen veled együtt, nem tudja azt, hogy fejezze ki magát. Itt kommunikációról van szó, ötletekről, tervekről és beszélgetésekről. Ő közeledni fog, hiszen látható a képen, hogy megjelenik, tehát ott lesz majd, és meghozza ezeket a döntéseket. Előre mennek a dolgok, de nem túl gyorsan. És nem tudja azt, hogy közölje azt veled, hogy mit akar veled együtt a jövőt illetően. És ez volt a jóslás. Amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, vagy jelentkeznél a csatornámra, leírhatod a véleményedet a kommentárba, vagy látogass meg a Facebook oldalon, Dendera Medici, vagy Dendera Susanna Medici, ahol naponta megjelenik a Maja naptár. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!